rá kell fújni. Várjon. Ennél a vezetőnél sem jelzett be a szonda, a Tiszpol műveleti csoport szakemberei ezúttal a debreceni útnál, a felüljáró utáni szakaszon ellenőriztek. Az ittas és bódolt sofőrök kiszűrésére irányuló akciót idén már második alkalommal rendezte meg a hatóság. A fokozott rendőri ellenőrzés Magyarország egész területén 2017. december 15-től péntektől december 17-ig vasárnapig tart. A háromnapos akció fő célja az ittas állapotban, illetve a bódult állapotban lévő járművezetők forgalomból történő kiszűrése. Hogy miért nagyon fontos ez? Azért, mert nagy veszélyt jelentenek, aki ittasan vagy bódultan ül autóba a többi közlekedőkre, illetve saját magára is. Azért választottunk olyan fő közlekedési utakat a háromnapos ellenőrzés során, ahol nagy járműforgalommal találkozunk, hogy minél több járművezetőt tudjunk ellenőrizni. A balesetek bekövetkezésének kockázata nagy mértékben megnő, amennyiben vezetés előtt alkoholt fogyaszt a sofőr. Minden tizedik személyi sérüléssel járó balesetet ittas vezető okoz. Ezért a rendőrök fokozottan felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét, főleg az ünnepek közeledtével, hogy amennyiben alkoholt fogyasztottak, ne üljenek a volán mögé.